Üdvözöllek benneteket! Aktuális leckénkben a mértékegységek váltását gyakoroljuk, mégpedig úgy, hogy felhasználjuk a 10 alapú hatványokról tanultakat. Nézzük a konkrét feladatokat! Első feladatunkban ki kell tölteni az üres mezőket, úgy, hogy igaz legyen az egyenlősség. Láthatjuk, hogy a bal oldalon különböző mértékegységek találhatók, ezeket kell átváltani egy másik mértékegységre, az eddig tanult módszerekkel, illetve ezt most tízes alapú hatványként is fölírni. Induljunk sorba és oldjuk meg ezeket a feladatokat egyenként. Az első feladatunkban ki kell számolni, illetve át kell váltani az 1 métert milliméterré. Felhasználjuk azt a kis ábrát, melyben a hossz mértékek találhatók, az alap mértékegység a méter, a tőle kisebb mértékegységek a deciméter, centiméter, milliméter, tőle nagyobbak a dekaméter, hektométer, kilométer. Természetesen mindkét irányba találhatók más-más mértékegységek is, számunkra ezek elegendők. Mivel nagyobb mértékegységről alakítunk kisebbé, éppen ezért szorozni fogunk, mennyivel számoljuk a lépéseket. A métertől háromat kell lépni, hogy eljussak a milliméterig, 10 x 10 x 10, ez lesz az 1000, 1 métert alakítok, tehát 1 x 1000 az 1000. Az 1000-ben 3 nulla található, így az 1000-et 10-es alapú hatványként felírhatom, mint 10 a harmadikon. Következő feladatunkban a kilométert alakítjuk deciméterré. Úgy szintén nagyobbból kisebb mértékegységre, tehát szolozni fogunk. Számoljuk a lépéseket. Kilométertől, hogy álljussak a deciméterig, 1, 2, 3, 4-et kell, hogy lépjek, vagyis ezt szorozni kell 10.000-rel, ugye a 10.000-ben 4 nulla található, így 1 kilométer az 10.000 deciméter. A nullák száma pedig meghatározza a hatvány kitevőt, ez lesz tehát 10 a negyediken deciméter. Következő példánkban most a decimétert centiméterre alakítjuk. Nem kell sokat haladnunk, hiszen a decimétertől egyet kell lépnünk, hogy eljussunk a centiméterig, ami azt jelenti, hogy szorozni kell tízzel, vagyis egy deciméter az 10 centiméter, mivel egy nullát tartalmaz a 10, így ez lesz 10 az elsőn. Következő lépésben most kilométert alakítunk milliméterré láthatjuk, hogy végig kell gyalogolnunk az egész hosszúságot, mégpedig 6-ot kell lépnünk, ami azt jelenti, hogy millióval kell, hogy szorozzunk, hiszen az az a szám, amely 6 nullát tartalmaz. Így felírhatjuk, hogy az 1 km-ben 1 millió milliméter található. Az 1 milliót, hogyha megszámoljuk a nullák számát, láthatjuk, hogy 6 nullát tartalmaz, így ez 10-es alapú hatványként 10 a hatodikon milliméter. És utolsó ilyen típusú feladatunk van, a métert alakítjuk centiméterré. Úgy szintén nagyobbat, kisebbé, tehát szorozni kell, mennyivel. A métertől kettőt kell, hogy lépjünk, hogy álljussunk a centiméterig, vagyis 10x10 az 100, tehát szorozni kell 100 zal mivel 1 métert alakítunk, így az egyértelmű, hogy 100 centiméter lesz. A 100-ban két nulla található. Így az 10-es alapú hatványként 10-a másodikon. Mostani feladatainkban mindenütt szorozni kellett, hiszen mindig egy nagyobb mértékegységet alakítottunk kisebbé. Fordítsuk meg az irányt, és a következő feladatokban kisebb mértékegységet alakítunk nagyobbá. Nézzük a feladatokat egyenként, úgy szintén felhasználjuk a kis ábránkat a mértékegységekkel. Első alfaladatunkban millimétert alakítunk deciméterré. Láthatjuk, hogy a milliméter kisebb, mint a deciméter, ezek szerint nem szorozni, hanem osztani fogunk. Mennyivel? Két lépést kell, hogy tegyünk, hogy a millimétertől eljussunk a deciméterig, 10 x 10 az 100, tehát osztanunk kell 100 -zal. Hát az egyet, ha százzal, 100 az valójában egy századot eredményez, tehát 0,01 deciméter, és ebben a 0,01 deciméterben két tizedes helyünk van, ami azt jelenti, hogy ez lesz a 10 a mínusz másodikon. Következő példánkban centimétert alakítunk hektométerré. Úgy szintén kisebbet, nagyobbá, tehát osztani kell. Mennyivel? Számoljuk meg a lépéseket. 1, 2, 3, 4. Tehát osztani kell egy olyan számmal, amely 4 nullát tartalmaz, tízes egységgel, ez lesz a tízezer. Vagyis nagyon könnyen föl tudjuk írni a centimétert hektométerré, ez lesz az egy tízezred. Tehát tized, század, ezred, tízezred. Számoljuk meg a tizedes helyek számát, láthatjuk, hogy 4, ez ugye megegyezik a lépések számával, így tehát ez lesz a a mínusz negyediken. Figyeljünk arra, hogy amikor kisebből nagyobbba alakítunk, mindig negatív kitevő lesz. Az előző feladatokban, amikor nagyobbból kisebbé alakítottunk, akkor a 60 kitevő pozitív szám volt. Következő példánkban a decimétert alakítjuk méterré. Láthattuk már, hogy osztani kell, hiszen kisebből nagyobbá alakítunk. Egy lépést kell tenni, tehát tízzel osztunk. Egy osztva tízzel az egy tized, vagyis 0,1. Könnyű lesz fölírni ezt tízes alapú hatványként, hiszen egyet léptünk, az ugyanannyi, mint amennyi tizedes helyek kell rendelkezik a 0,1, ezek szerint tehát ez lesz a 10 a mínusz egyediken. Következő példánkban métert alakítunk kilométerré. Úgy szintén kisebből nagyobbá, tehát osztani kell, számoljuk a lépéseket. 1, 2, 3 tehát egy olyan tízes egységgel, amely három nullát tartalmaz, ez lesz az ezer. Ha az egyet elosztom ezerrel, akkor kapom az ezredet, tehát egy ezred. Hármat léptem, tehát ezek alapján ez lesz 10 a mínusz harmadikon. Úgy szintén három tizedes helyet tartalmaz az egy ezred, innen is jön, hogy 10 a mínusz harmadikon. És befejező példánkban az egy millimétert alakítsuk át kilométerré. Emlékezzünk vissza, az előző példatípusban a kilométert már alakítottuk milliméterré, látottuk, hogy hatot kell lépni, akár melyik irányból haladunk a másik irányba, ezek szerint millió a váltószám, azzal, hogy most nem szorzunk millióval, hanem osztunk. Így tehát az 1 mm az 1 milliomod kilométer. 6 tizedes hely, vagy 6 lépés a másik logikával, Éppen ezért, ha ezt tízes alapú hatványként írjuk fel, ez lesz a 10 a mínusz hatodikon. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!